Az ukrajnai háború 2022. februári kezdete óta az orosz katonák legalább 137 000 háborús bűnt követtek el Ukrajnában, ami azt jelenti, hogy legalább ennyi büntetést kellene kiszabni rájuk, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij elnök egy kijevi nemzetközi konferencián. Minden olyan állam, amely valóban tiszteli az emberi életet és a nemzetközi jogot, egyszerűen nem létezhet igazságosság nélkül, függetlenül attól, hogy a nemzeti jogszabályban ezt milyen formában írták meg, milyen nemzetközi egyezményt ratifikált, hangsúlyozta Volodymyr Zelenszkij. Kijev minden háborús büntetről szóló bizonyítékot átad a szövetségeseknek, hogy az orosz katonai politikai vezetőket nemzetközi hadbíróságok vonhassák felelősségre. Közben az ukrán vezérkar legutóbbi harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy az orosz hadsereg embervesztesége hozzávetőleg megközelítette a 630 000-et. Az ukrán erők egy nap alatt megsemmisítettek egyebek mellett 2 orosz harckocsit, 56 tüzérségi és egy légvédelmi rendszert és 57 drónt. Oroszország szisztematikusan megsérti az emberi jogokat az általa megszállt Krím-félszigeten, de az efféle jogsértések nem válhatnak normává, hangsúlyozta Gitanas Neusada, litván elnök Kijevben, a Krími Platform elnevezésű csúcs találkozó mondott beszédében. A litván elnök emlékeztetett arra, hogy az Ukrajna elleni orosz háború több mint 10 éve kezdődött a Krímben. A kijevi sajtó emlékeztet, számos külföldi vezető érkezett szerdán az ukrán fővárosba, hogy személyesen vegyen részt a Krími Platform csúcs találkozó. Litvánia elnökén kívül Kijevbe érkezett Evika Szilina lett miniszterelnök, Andrei Plenkovic horvát kormányfő, továbbá David Lemmy brit és Antony Blinken amerikai külügyminiszter, valamint Miloš Vystrčil a cseh szenátus elnöke is. Kijevnek fontos, hogy napirenden tartja a világ közvéleménye előtt a Krím-félsziget kérdését és felszabadítását az orosz megszállás alól. Újabb, több 100 millió fontos támogatást jelentett be Ukrajnának a brit kormány. A csomagban hadfelszerelések szállítása és gazdaság támogató hitelgarancia vállalás is szerepel. A londoni külügyminisztérium bejelentette azt is, hogy bekérették Irán londoni nagykövetségének ügyvivőjét az Oroszországnak szállított iráni rakéták ügyében. A brit külügyi tárca tájékoztatása szerint David Lemmy külügyminiszter, aki szerdán amerikai kollégájával Antony Blinkennel együtt Kijevbe utazott, tárgyalásai során több mint 600 millió font értékű támogatást jelent be Ukrajna számára. A juttatás része egy 242 millió fontos azonnali folyósításra összeállított csomag, amely humanitárius, energiaipari és hosszú távú gazdaságstabilizációs célokra, valamint reformok elindítására és újjáépítési feladatokra lehet felhasználni. London emellett 484 millió dollár erejéig garanciát vállal a Világbank által még az idén folyósítandó hitelekre, amelyek célja az ukrán gazdaság stabilitásának erősítése. A brit garanciavállalással nyújtandó világbanki hitelt a létfontosságú közszolgáltatások fenntartására, köztük az iskolák és a kórházak működtetésére, valamint a közigazgatási alkalmazottak javadalmazására és a nyugdíjfolyósítások finanszírozására lehet fordítani. Ukrajna új tervét, amelynek célja, hogy Oroszországot a háború diplomáciai úton történő befejezésére bírja, várhatóan a második békecsúcson tartják a világ elé, mondta az ukrán elnök sajtótájékoztatóján. Volodymyr Zelenszkij a Kijev által kidolgozott béketervéről először Joe Biden amerikai elnökkel akar beszélni, mert szerinte ez a terv leginkább az Egyesült Államok támogatásán múlik. Az ukrán elnök szerint ez elsősorban politikai természetű terv lesz, de többféle fegyver is szerepet kap benne, ami befolyásolhatja Oroszország döntését a háború befejezéséről. Volodymyr Zelenszkij kifejezte reményét, hogy még szeptemberben tárgyalhat Joe Biden amerikai elnökkel, és az Egyesült Államok engedélyezi Ukrajnának a mélységi csapásmérést amerikai nagy hatótávolságú fegyverekkel oroszországi célpontok ellen. Az államfő kitért arra, hogy Ukrajna képes jelentősen növelni saját dróngyártását, de nem rendelkezik ehhez kellő költségvetési forrással, ezért pénzügyi segítségre van szüksége partnereitől. Hangsúlyozta, hogy a dróngyártás az ukrajnai üzemekben gyorsabb és olcsóbb, mint nyugaton. Recep Tayyip Erdogan török elnök határozottan közölte,
továbbra is kiállnak Kijev mellett. A vezető politikus azt is leszögezte, hogy Ukrajnának vissza kell adni minden az oroszok által elfoglalt területet, beleértve a 2014-ben megszállt Krím-félszigetet is. A török elnök korábban az egyik lehetséges közvetítőként tűnt fel Kijev és Moszkva között. Erdogan az eddigieknél is határozottabban közölte, Ukrajna területi integritása, szuverenitása és függetlensége iránti támogatásunk megingathatatlan. A Krimmel kapcsolatban kiemelte, a félszigeten a tatárok szenvedése már 8 évtizede tart. Ezen kívül a török elnök köszönetet mondott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöknek és Mustafa Abdulcemil Kirimoglunak a krimi tatárok kiűzésének 80. évfordulója alkalmából rendezett csúcs találkozó megszervezésében játszott szerepükért. Hangsúlyozta azt is, hogy Törökország soha nem ismerte el a Krim annektálását, ami tovább súlyosbította a térség népének szenvedéseit. Berecz András, Kossuth Prima és Magyar Örökség díjas mesemondó, folklórkutató, népdalénekes újra Kárpátaljára érkezett, hogy a Félbevágott pipafüst című előadásával csaljon mosolyt azok arcára, akik ellátogattak a Matthias Corvinus Kollégium beregszászi központjának soron következő estjére. A neves mesemondó az elmúlt évtizedekben több alkalommal járt már Kárpátalján, ezekből jó párat fel is idézett. Többek között azt, amikor a 90-es években a KMKS meghívására járta körbe a felső Tiszavidéket. A célja az akkori és a mostani előadásnak is ugyanaz volt, mégpedig az, hogy a tanulságos meséken keresztül adjon hitet, biztatást és támogatást a Kárpátalján élő magyaroknak. Jártam ide egy Kádár Endre nevű forgolányi mesemondóhoz, akiről nagyon jó történeteim vannak, hogy milyen mesét mondani közösségnek. Tehát magáról a mesemondásról csodatitkokat tudott elmondani. Usgorod könyvkiadó és a Móra közösen adott ki tőlük, tőtőle az ő anyagából nagyszerű meséket. Az én meséimnek nyelvi érdekességei vannak. Ha én egy óvodás társaságnak úgy beszélek, hogy 10 percen keresztül semmit nem értenek belőle, akkor nem nagyon értem el a célomat, nem nagyon hívnak vissza, nagyon jól teszik. Az én meséim inkább 20 év felettieknek valók, mert olyan emberektől gyűjtöttem, akik felnőtteknek mondtak. Férfi embernek, éjszakákon át, éjfél után. Ebbe a szerelmi magas iskolákból is szó esik, csak arra a gyermek még hiába nem odavaló még. Ez a világ, a mesévilág, az valóban nem csak gyerekeket, de felnőtteket is elragad. Az MCC-nél odafigyelnek arra, hogy olyan előadókat hívjanak meg a nagy közönségnek szóló estekre, akik nem csak tudást, de egy kis jókedvet is bele tudnak csempészni az előadásba. Bár a Matthias Corvinus Kollégium életében nincsen nyári szünet, mégis nagy erőkkel készültünk, hogy egy erős indítással tudjuk 2024-25-ös tanévet megkezdeni, és arra gondoltunk, hogy egy nagyon önfelett, jó hangulatú, nemtől és kortól függetlenül valóban kedvező előadással szeretnénk kedveskedni a nagy közönségnek, és ezért jutott a választásunk a nemzetünk egyik legértékesebb mesemondójára, Berecz Andrásra, akinek egy feledhetetlen estét köszönhetünk, hiszen megtelt az MCC nem csak élettel, mosollyal és jókedvel, hanem azzal a reménnyel is, hogy ezt a tanévet ugyanilyen jókedvel, ugyanilyen pozitívan tudjuk majd folytatni, és a következő időszakra is hasonlóan tekintünk. A mese mindenkié, viszont minden korcsoportnak megvannak a saját meséi. Berecz András pedig a kezdetektől fogva azokat a meséket sajátította el, amelyek a felnőtt korosztálynak szólnak. A meseműfaj egyik legnagyobb erénye, hogy abból a hős akárhány akadályon át, lehetetlenségeken keresztül mindig győznie kell. Ez talán az emberiségnek a egyetlen igazán megbízható műfaja, amiben a szomorú embernek megemelik a fejét, vigasztad és bátorítást. Olyan meséről nem is tudok, amelyik azt mondja, hogy ne küzdj, ülj le, vedd tudomásról, hogy vesztettél, lógasd az orrod, menj haza,
ásd be magad a fődbe. Ilyent nem tudok. Lírában tudok, dalban is. Mesét ilyet nem tudok. Úgyhogy talán ezért is találta ki az emberiség éjszakákon át, mikor a többinél egy kicsit alkalmasabb, lehet dologban utolsó, de beszédben első valaki, a többieket vigasztalta, erőt adott nehéz időkben. A meseesten több alkalommal csendültek fel népdalok és egyházi énekek is. Ezek között voltak olyanok is, melyeket a teljes közönség együtt énekelt a mesemondóval. A mese és a népdal mindenki életében jelen van. Kiemelten igaz ez az óvodás és alsós iskolás korosztályra. Simon Klára, a Salánki Mikes Kelemen középiskola alsós tanítója szerint pedig fontos, hogy a meséknek mindig legyen tanúsága is. Úgy, ahogy Berec András is meséli azokat. Olyan felnőtt meseit hallottunk inkább, amit hallottunk, hát természetes, hogy olyan rejtett mesék voltak, hogyha megfigyelték, a többiek is gondolom észrevették, hogy rejtve volt a mondani való, oda kellett nagyon figyelni, hogy megértsük, hogy mégis mit akar a mesélő mondani, de nagyon tetszett, ahogy előadta, nagyon bele tudtam például én képzelni magamot abba a helyzetbe, amit itt mesélt, hát ez nem új, mert az iskolában ugye éveken keresztül, ha tanítok, akkor úgy kell nekünk tanítani, hogy néha színészek is legyünk, hogy a gyerekek elhiggyék, hogy miről mesélünk. Ma is egy nagyon szép mesét tanítottam én is a gyerekeknek, és hát ha elolvasom, akkor látom a gyerekeken, hogy beleélik magukat, tehát ugyanúgy én is itt beleéltem a mesébe. Örülök, hogy itt lehettem, és örülök, hogy eljutott ide Kárpátaljára ez az előadó. Berec András előadása lényegében a 2024-2025-ös évad első MCC-s programja volt, amit számos más fog majd követni a tervek szerint. Azon kívül, hogy a mindennapokban a nyelvtanfolyamok, a fiatal tehetségprogram, a fiatal tehetségek klubja, a középiskolás program vagy a Kárpátalja közéleti vezető képzőnek a diákjai valóban minden nap a központban fejleszthetik tudásukat és újabb és frissebb tudásanyaggal gazdagodhatnak. Időről időre, két hetenként igyekszünk olyan nyitott rendezvényekkel, előadásokkal kedveskedni, ami megszólítja a nagy közönséget. Szeptember 27-én pedig csatlakozunk a nagy sikerű kutatók éjszakájához, ahol is az MCC központban várjuk az érdeklődő fiatalokat, akik szeretnének egy titkos laboratóriumban megismerkedni a természettudományos kísérletekkel, felnőtteket és gyerekeket, osztályokat, tanárokat is nagy szeretettel várunk. Az MCC Kárpátaljai Képzési Központjának őszi programjairól bővebb információkat a szervezet Facebook oldalán találhatnak az érdeklődők. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete az év során számos olyan programot szervez, ahol a tagcsaládok ismerkedhetnek, a szülők gyerekek tartalmas, minőségi időt tölthetnek együtt. Ezek közé tartoznak a kerékpártúrák is, amiket tavasztól késő őszig több alkalommal is megszerveznek. Legutóbb például az elmúlt hétvégén Kárpátalja számos pontjáról a Beregdédei tópartjára indultak a családok, hogy közösen tölthessenek el ott néhány kellemes órát. Talán a legfontosabb, hogy együtt legyünk egy kicsit, akár a családok is, akár több család, és valóban ma úgy terveztük ezt a mai napot, hogy 20-30 kilométeres körzetbe, hogy itt legyen a találkozó Dédán, még kihasználjuk ezt a jó időt, és gyakorlatilag itt egy nagyon finom gulyáslevest főzött a Nóráék, úgyhogy nagy családosunk, úgyhogy nagyon szép napot töltöttünk itt együtt, és még a víz is jó volt, úgyhogy még fürödni is lehetett. Természetesen többen voltak azok a családok, akik Beregszász környékéről érkeztek, viszont az elszántabbak közé tartozott a tiszaújlaki Peleskei család, akik csaknem 30 kilométer bringáztak idáig. Nagyon szeretünk mozogni, biciklizni, sportolni, aktívan élni. A másik dolog, hogy nagyon jó érzése tölt el minket, hogyha ismerős arcokat látunk. Meglepő módon könnyű volt az út, 25 kilométert csavartunk le Újlaktól a két gyermekkel, ezért, és ez egy kihívás, amit teljesítettünk.
Hogy minél többen részt tudjanak venni ezeken az alkalmakon, illetve megkönnyítsék az iskolába járást is, a KMN-nél több alkalommal adtak át már kerékpárokat a tagcsaládjaik számára, nyugat-európai támogatásoknak köszönhetően. 100 kerékpárt kaptunk a Liechtensteini Vörös Kereszt és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat jóvoltából. Nagyon sok család örült ennek a biciklinek, ennek a lehetőségnek, mert sokszor ez volt a kifogás, hogy azért nem tudunk biciklitúrára menni, mert nincs mivel. Úgyhogy most ezek a családok is örömmel csatlakoztak a túránkhoz. A tervek szerint, amennyiben az időjárás engedi, akkor még a kora őszi szezonban is tartanak kisebb biciklitúrákat, ahol az érintett nagycsaládosok bejárathatják az újonnan kapott kerékpárokat, és természetesen az állóképességüket is próbára tehetik. Szeptember 1-én lépett hatályba Ukrajnában az üzemanyag jövedéki adójának fokozatos emeléséről szóló törvény, amely a jövedéki adókulcsok fokozatos emelését írja elő 2028. január 1-ével bezárólag. Ennek következtében a benzin, a gázolaj és a cseppfolyósított gázára emelkedni fog. Vaszil Iváncsó, a megyei közigazgatás helyettes vezetője szerint nem lesz jelentős áremelkedés, mivel az üzemanyagok árát a jövedéki adón kívül a kőolaj világpiaci ára is befolyásolja. Az üzemanyagára két összetevőből áll. Az egyik a nyersanyagok ára, azaz a kőolaj világpiaci ára, ami 1-2 hónappal ezelőtt 80 dollár volt hordónként, ma 70 dolláron áll. Ez nagyjából a költségek 50%-át teszi ki. A másik felét az adók alkotják. Ezek országunként eltérőek, és az üzemanyag ára ennek az 50%-nak köszönhetően ingadozik. Mivel az első fele kissé csökkent, a második fele kissé nőtt. A végeredmény az, hogy az áremelkedés a fogyasztókra, a lakosságra és a vállalkozásokra hárul, azonban nem történt jelentős növekedés. A jogszabályi változások nem egyik napról a másikra alakultak, ezért a vállalkozások fokozatosan felkészültek a jövedéki adó emelésére, így olcsóbb üzemanyaggal töltötték fel a tárolókat. A régióban havonta átlagosan mintegy 10 000 tonna kőolajtermék fogy, a tavaszi és őszi csúcs szezonban pedig akár 13 000 tonna. Jelenleg a tartályok tele vannak, a mezőgazdaság igényeit is kielégítik. A régióban elegendő az üzemanyagkészlet, konkrét számadatokat nem tudunk mondani, de az összes benzinkút ellátására bőven elegendő. Számos logisztikai útvonal vezet a megyébe, a helyi és a szomszédos régiók üzemanyag ellátásának biztosítására, különösen az őszi mezei munkálatok tekintetében. Az agrárvállalkozások is beszerezték az üzemanyagot. Ma a kárpátaljai üzemanyagpiacon az ellátók egyharmadát a kisebb benzinkutak jelentik, ahová külföldről szállítják az árut. A nagyobb részt a komolyabb hálózatok alkotják. A benzinára a kutakon nagyjából azonos, a különbség csupán néhány százalék. Összességében az üzemanyagárát befolyásoló tényezőket figyelembe véve sem várható jelentősebb áremelkedés. Az üzemanyagára várhatóan nem emelkedik 1,5 grivnyánál nagyobb mértékben, feltéve, ha az olaj világpiaci ára nem változik, és a nemzeti valuta árfolyama is stabil marad. Vaszil Iváncsó szerint nincs oka pánikra vagy mesterséges rohamra, felfokozott keresletre a benzinkutakon. A kedvező üzemanyagár legalább új évig ki fog tartani, az ezt követő időszakban pedig az ár visszatérhet a tavaly előtti szintre, mivel a kőolaj világpiaci ára egyre inkább csökken. A fogyatékkal élők és a háborús veteránok sport- és rehabilitációs központjának építése befejeződött. Működik, azonban még sok mindenre lenne szükség a teljes értékű munkához, közölte Szerhéj Heckó, a központ igazgatója. Ez egy egyedülálló projekt, amely nem kötődik sem állami, sem magánstruktúrához. Ez egy civil szervezet projektje. Az USA kongresszusa, valamint a regionális fejlesztési alap támogatásával jött létre. Ennek a sport- és rehabilitációs központnak az építése 2014-ben kezdődött, és most befejeződött. Elkészült a sport- és rehabilitációs rész, és sikerült 11 szakemberrel feltölteni az egészségügyi állományt.
Két rehabilitációval foglalkozó orvosunk, két gyógytornászunk, két ergoterapeutánk, két pszichológusunk van, alkalmaztunk egy asszisztenst a fizikoterapeuták számára, egy nővért és logopédust, vagyis teljes körű rehabilitációt tudunk biztosítani. Akinek szüksége van rá, teljesen ingyenesen vehet részt a rehabilitáción. На даний момент ми приймаємо біля 6-7 пацієнтів за добу. Jelenleg 6-7 beteget fogadunk naponta, de 25-öt tudunk. Ugyanakkor korlátozottak a lehetőségeink a rehabilitációhoz szükséges felszereléseket illetően. Nincs szükségünk speciális, drága eszközökre, nekünk elég lenne az, aminek mindenképpen lennie kell. Súlyzók, expanderek, gumiszalagok. Це гантельки, штанги, різні експандери, різні резинки. Центр актуально на сьогоднішній. Nagy szükség van erre a központra. Ma sok honvéd, miután megsebesült, protézissel jár, ide jön rehabilitációra is elégedett. Örülök, hogy nincs messze a lakhelyemtől, akadálymentesített. Van lift, mosdó, itt minden nagyon jó. A rehabilitációra jelentkezők nem ülnek ölbetett kézzel. Ebben többek között az Angyalok Szárnyai civil szervezet segít nekik. Ezt úgy nevezik szociálpszichológiai rehabilitáció. A honvédek drónokat konfigurálhatnak, szerelhetnek össze, akkumulátorokat forraszthatnak. Számukra erkölcsi megkönnyebbülés, hogy szükségesnek érzik magukat, és segítenek a fronton lévő bajtársaiknak. A rehabilitáció fontos eleme a pszichológiai állapot. Ezen dolgozik a sport és a rehabilitációs központ ergoterapeutája. Az ergoterapeuta az a szakember, akinek meg kell tanítania az embert, hogy normális életet éljen a sérülés vagy sebesülés után. Fejleszti a motorikát, megtanítja a mindennapi életben szükséges általános háztartási gépek, a mikrohullámú sütők, kávéfőző, hűtőszekrény használatát. Az embernek ki kell tudnia nyitni a hűtőszekrényt, ki kell vennie azt, amire szüksége van, levágni egy szelet kenyeret, különböző játékokat, háztartási gépeket alkalmazunk. Використовуємо мікрохвильові печі і інші побутові обладнання, які необхідні. A központban arról álmodoznak, hogy az modern és innovatív lesz. Це кабінет апаратної фізичної терапії. Ez a fizikoterápiás szoba. Itt van néhány régi berendezés, amely már elavult. És persze az a vágyunk, hogy ebben a teremben modern berendezések legyenek a hullámterápiához, az intenzív lézerterápiához, az induktív mágnesterápiához. Ezek a rehabilitációhoz használt legmodernebb berendezések. Bár jó lenne, de a központ egyelőre nem bentlakásos. Erre akkor van szükség, ha más régióból érkezik valaki, és hogy ne kelljen lakhatást keresni, itt maradhatnának még akkor is, ha a családdal, kisgyerekkel érkeznek, az sem jelent gondot. Ezt a helyiséget úgy alakítottuk ki, hogy ne okozzunk további nehézségeket a rehabilitáció során. Van itt konferenciaterem is, ahol alkalomattán tapasztalatcserét folytathatnak, többek között a külföldi partnerekkel, akik már megvalósítottak hasonló projekteket. A központnak jelenleg pénzforrásra van szüksége. Jelenleg mindössze 150 ezer hrivnyára lenne szükségünk, hogy mindegyik fizikoterápiás termet teljesen fel tudjuk szerelni. Ez nem sok, de nem tudunk meglenni az önök segítsége nélkül. Alessia Ukrainka nevét viselő Nemzeti Akadémiai Drámai Színház a Vigyázz Akna című egyszemélyes előadással nyitotta meg az 5. Nemzetközi Színházi Fesztivál programját. A cselekmény egy táncos lány, Nágya, valós történetén alapul, aki a háború alatt tűzszerész lett. A főszerepet Irina Doroshevska színésznő játsza. Protegya! Navcsilasz, jak hodit po vistru zsitja. Ja kozsum dejn mati správu zi smertju i... Julia Hudozsnik, aki napisala a pjesz. Julia Hudozsnik a darabot a barátnőjéről írta, vagyis ez egy létező személy valós története, ezért ebben minden benne van. Minden barátomnak van valakije a háborúban, mindenkinek. Az apám, aki a háborúban van, ezt szörnyű munkának nevezi. Az apám harcol, és a nagybátyám is. A bátyám az életét adta a hazánkért. Így minden nap szembesülünk ezzel a valósággal. Ezért ez a darab számomra olyan, mint egy köszönet. Senki sem felejt. Ez egy ember igaz története. A darab rendezője elmondta, hogy igyekeztek a főszereplő szinte dokumentarista történetét a lehető leghűségesebben bemutatni.
Köszönöm a barátaimnak, hogy most itt állhatok és beszélhetek önökhöz. Rendezőknek, színészeknek, drámaíróknak, akik most harcolnak. Ők már hivatásos katonák, akik korábban a színpadon valami egészen mást csináltak. Valós személyek, és ezért ezt a valóságot és igazságtartalmat akartam bevinni a darabba. Mindannyian valamilyen módon érintettek vagyunk a háborúban, és nem akarom erre az érzésre építeni a színdarabot. Ezért nagyon óvatosan és szeretettel kezeltük a témát, amiről nagyon sokáig kell még beszélni. A háborúban született darabot nem könnyű befogadni, mondják a nézők. Többségük nem is tudta visszatartani a könnyeit. A Vigyáz Akna című darabot elég nehéz felfogni, különösen a mai viszonyok között. Ugyanakkor több dimenziós. Látszólag nem csak egy női tűzszerészről szól, aki tisztában van munkája fontosságával és veszélyességével. A darab rengeteg kérdést vet fel. Miért élünk? Mi az életünk célja? És mi a legfontosabb most? Nagyon szeretném, ha a gyerekeink generációja csak a hogyan töltöttem a nyarat a Krimen témán gondolkodna, nem pedig ilyen témákon. Meg kell nézni az ilyen jellegű előadásokat, de ez nagyon fájdalmas. Azonban ma köszönöm a szerzőknek, hogy ilyen humorral mutatják be, de mégis eme humor mögött ott van az a tűzszerész felszerelés, amit a színésznő visel, és amit most átvitt értelemben mindannyian hordunk. A darabot a tervek szerint Ukrajna más városaiban is bemutatják. A premier Ungváron volt, itt a színházi fesztivál keretében láthatta a közönség az előadást. Nagyon örülünk, hogy itt lehettünk ezen a fesztiválon Ungváron. Nagyon hálás vagyok a szervezőknek, akik a háborús időkben is megtalálják a lehetőséget arra, hogy ilyen fesztiválokat rendezzenek, mert ezek fontosak. Az emberekért vannak. Az emberek pedig kincset jelentenek számukra. Az 5. Nemzetközi Színházi Fesztivál szeptember 10-e és 15-e között tart Ungváron, a Kárpátaljai Megyei Zenei Drámai Színházban és a Bábka Báb Színházban. Ukrajna és a környező országok 9 ismert társulata mutat be darabokat. Az előadások programja a fesztivál hivatalos oldalán, illetve közösségi oldalakon érhetőek el.